Szeretettel köszöntöm a kilátó nézőit. Mai vendégem Üveges Gábor, Hernát Szent András polgármestere. Köszöntelek Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, én köszönöm, hogy itt lehetek. Áruljuk el a nézőknek, hogy egy olyan 15 éves ismerettségünk van, ezért a tegeződő viszony. Itt tartunk. Itt. Öregszünk, öreg szem, rohamosan valószínűleg. És köszönhető. Igen, hát igen, az a 15 az év élet. azért, csak 15 év nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, mert nagyon sok mindenről kellene beszélnünk. Igazándiból kezdjük Hernát Szent Andrásnál. Mik az aktualitások? Nagyon érdekes egyébként egy konkrét dolgot kiragadni az ember. Most van abban, lehet, hogy én vagyok abban a korban, amikor inkább számvetést készít, vagy egy ívet lát maga mögött. 2002-től rajzolódik ez az ív, és alapvetően voltak magaslatok, voltak mélypontok a település, a saját életemben is ebben a munkában. Most alapvetően egy, egy hosszú, egy-két éves ilyen nihilérzés után, vagy amikor azt érezte az ember, hogy egy kicsit mintha, mintha holdpont lenne, most volt egy olyan projektünk, vagy van egy olyan projektünk éppen, ami egy kicsi fényít az alagútnak a végén, bár nem vagyok teljesen jókedvű az elmúlt egy-két-három évben, ezt talán lehetek teljesen őszinte, ami az önkormányzatiságot, ami egy kis települési önkormányzatiságot érint. Alapvetően ez, ez talán az a jó válasz erre az előbbi kérdésre, hogy vegyes a mostani érzésem is. Akkor ezt most szedjük szét, és menjünk szépen sorba. Aztán. Akkor, ha jól tudom, akkor az ökoiskoláról beszélsz, ami most ilyen nagyon aktuális nálatok, amiről posztoltál, és mit lehet róla tudni? Alapvetően a, a iskola alatt nagyon sokan egy ilyen iskolaszerű képződményt értenének, egy kicsit annyiban árnyalnám, hogy ez sokkal inkább egy turisztikai jellegű projektnek a része lesz és az előző, nem tudom, több mint tíz évnek a folyamatához, akár a Bioszent projektnek az építkezéséhez kapcsolódik szervesen, illetve ugye ez egy nagy projekt részeként, annyi talán dióhé róla, hogy ez egy szlovák-magyar partnerségben, vagy annak részeként megvalósuló fejlesztés lesz, ami nálunk megvalósul, és másik 15 projektpartnernél egyéb fejlesztések valósulnak meg. A cél az az, hogy valahol közel a Hernád folyóhoz, a, a Hernádnak a Vizi turisztikáját sokkal jobban ki tudjuk aknázni. Az együttműködést, ami a Hernádhoz köt bennünket önkormányzati oldalról vállalkozói civil oldalról, ezeket be tudjuk járatni minél jobban. És ehhez a, a, mi fejlesztésünk, amit mi ebbe a projektbe bele tehettünk, és hát három év hosszú bírálati folyamat után nyertes lehetett, ez egy épületnek a felújítása, aminél a fő funkció valóban egyfajta főként nyári, de igyekszünk úgy megoldani, hogy ez majdnem az egész évben rendelkezésre állhasson. Egy olyan kis életmód központ, egy olyan ökoiskola, hogy említetted is, ami hozzá tud járulni ahhoz, hogy aki a Hernád mentén jön vizitúrázó, vagy akár szárazföldi turisztikával, vagy akár egy diákcsoport megjelenne, és jönne a természet megnézni, akár a termékeinket megkóstolni, egy kicsit megérezni a vidék ízvilágából, legyen egy bázis. És ez lenne majd ez a, ez a bázis, amit mi szeretnénk kialakítani. Ha minden jól megy, és a bürokrácia is úgy őröl, akkor ez már nyáron ennek a, ennek a fejlesztésnek a vége felé fogunk tartani. A cél az az, hogy őszre ez átadható fejlesztés legyen. Hogyha szóba került Bioszent András, mondaná róla pár szót azért, hogy a nézők is tisztában legyenek vele, aki esetleg még nem hallott róla. Ez megint olyan, hogy nagyon nehéz két mondatban, talán annyi, hogy egy ökológiai gazdálkodási rendszert próbálunk mi kicsiben, dióhéjban felépíteni már egy 12 évvel. 2010 végétől indult el ez a projekt, ami miatt mi ebbe az egészbe belevágtunk, az az annyi volt, hogy igazából mint ahogy sok kis falu haladta kihalás felé a 90-es évek után. És mi is ezt a lejtmenetet, ezt az útkeresést, ezt megéltük. Én magam, amikor még 22 évesen az őskorban, még egyetemistaként bekapcsolódtam az önkormányzati működésben 2002-ben, utána kezdtünk el ezzel foglalkozni, hogy hogyan lehet valami életszagot behozni a település mindennapjaiba és mindenféle részlet nélkülözése mellett, amikor eljutottunk oda, hogy egy kicsit elkezdett lüktetni a közösség, egy kicsit elkezdett élni a, 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 a helyi közélet, kicsit kezdtek visszajönni azok, akik ugyan már lehet, hogy nem ott éltek, de ezerszállal kötöttek a településhez. A fiatalok is elkezdték azt érezni, hogy talán valami miatt jó itt létezni, még mindig ott volt a nagy kérdés, hogy hogyan tovább munkanélküliség, hogyan tovább helyi válasz, és én azt gondolom, egy magyar virtus az mindig ott van, ezt látjuk is, hogy panaszkodni nagyon szeretünk. Tehát soha semmi nem jó. Aztán, amikor megkérdezik, hogy mi nem jó, jaj, minden jó, minden szuper. Aztán utána valahogy mégis utána a baráti körbe jön a panaszkodás és a hiszti. És sajnos ez ráült a település vezetésekre is. Én mai napig úgy látom sajnos az önkormányzati szektort, és nem vagyok túl jó véleményen erről, hm. hogy panaszkodni nagyon szeret, amikor, amikor rivalda fény van, akkor minden jó, és akkor elsinítunk mindent és tabuk vannak, és, nem, és, és, és jó fiúk vagyunk, és teljesen mind a legszuperebb az élet nálunk, de egyébként meg nincs koncepció arra, hogy hogyan tovább előre helyi közösség. És ez nem azt jelenti, hogy minden egyes közösség képes arra, hogy saját magát kimozdítsa a holtpontról, ott minden egyes kérdést, akár a munkanélküliség helyzetét megoldja, de az, hogy legyenek helyi válaszok, akár közösségi válasz, helyi koncepció, helyi irány, mi lehet annak a közösségnek a közép-hosszú távú fejlesztési stratégiája, jövője. Ezzel azt gondolom minden magára valamit adó vezetésnek rendelkezni kell egy ilyen koncepcióval. Ha más nem, akkor ki kell érlelni magában. Tehát érezzen egy dinamizmust az, aki ott van. Ezért is vagyok úgy ezzel, hogy nem szeretem már a polgármesteri címkét, mint olyat. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a település menedzseri hivatás vagy keretrendszer az, ami ezt az egészet talán sokkal jobban kifejezni. És amikor mi ezen kezdtünk gondolkodni, hogy nálunk mi ez a kiút, vagy mi lehet ez a kiút, mi lehet ez a profil, amire a következő évek fejlesztéseit ráhúzzuk, akkor az látszott, hogy ez a földből kell, hogy kiinduljon, mert egy agrártérségről beszélünk. Hernád Szent András, Miskolctól egy 35 kilométerre, a Baui rész, 95 a lakosságnak a mezőgazdaságból élt régen is. Ez láttuk, hogy valahol a föld, meg annak az adottságai lehetőségei, azok nem változtak. Nekünk, mint önkormányzat nem volt alapvetően nagy földterületünk, tehát az újabb kérdés az volt, hogy mi az, ami rentábilisan viszonylag végezhető viszonylag kis földterületen. Adódna a kérdés egyébként, akár itt Miskolci, Miskolc környéki nézők részéről, hogy hát miért egy önkormányzat gondolkodik ilyen típusú, inkább gazdaságfejlesztési történetben? Azért, mert nem volt más, és nincs más. És ez megint csak a, ha úgy tetszik, a tankönyvek világán kívüli, vagy az elméletek világán kívüli valóság, hogy a legtöbb kis települési közösségekben nem maradt más katalizátor szereplő egy önkormányzaton kívül zárója és megjegyzés, hogy legtöbb helyen az önkormányzat sem képes betölteni a katalizátor szerepet. És ezért voltunk mi, civil szervezet vállalkozó, innovatív vállalkozói szektor nem lévén, mint önkormányzattól megfogalmazódott egy gondolat, és úgy gondoltuk, hogy ezt meglökjük. És azt is láttuk, hogy hosszú távon nem biztos, hogy az önkormányzatnak kell ezt görgetni, de elkezdtünk összerakni egy ilyet és megszületett, többekkel, szakértőkkel egyeztettünk egy-két éven keresztül. A BioSZENT Andrásnak az az alapgondolata, ez alapvetően egy ökológiai gazdálkodási rendszernek a felépítése, ahol jelen van a termelés, és jelen lesz, akkor úgy terveztük a jövőben, ami hál' Istennek azóta már megvalósult fejlesztés, a ráépülő feldolgozási folyamat, egy nagyon tudatos kereskedelmi marketing és menedzsment munka körül és nem titkolt cél volt, hogy építsünk fel egy márkát. Egy olyan, olyan márkát, amit, amit külső szereplő is, ha akár termékek megjelennek, akkor az oda tud kötni a településhez. A települést egy kicsit ezáltal ez sem volt titkolt cél, föl tudjuk hozni vissza a térképre mitől lehet egy, egy, egy olyan út, amit mi járunk, ami teljesen egyedi, és, és láthatóan ez egy Hernád Szent Andráshoz igazítható fejlesztés. És alapvetően ezen az úton indultunk el, ezt jelöltük ki magunknak egy 8-10 évre akkor. És ehhez volt, sikerült akkor egy pályázati forrást megnyernünk, aztán utána nyilván még 6-7 pályázattal az egészet tudtuk erősíteni, és ez a rendszer épült föl többé-kevésbé. Vannak bőven hiányzó láncszemei, vannak, voltak nagyon komoly mélypontok, akár ha a humán részét nézzük ennek, a megfelelő szakembereket, munkáskezeket, akár a financiális háttereket nézzük. És ugye menet közben igyekeztünk azt megtanulni, hogy mi az, hogy szociális vállalkozás. Mert hogy amit mi elkezdtünk felépíteni, ezt a keretet még nem ismerve, alapvetően mi egy szociális vállalkozást építettünk föl ami valahol a közszféra és a piaci szektor, a for-profit szféra között helyezkedik el. Nyugaton ennek nagyon komoly évtizedes hagyományai vannak. Magyarországon még úgy keresi, akár a, a jogrendszer, a, a szakágazati szabályozórendszer is a helyét ennek a, ennek a épülőszektornak, hál' Istennek egyre több úttörője van ennek. De azt látni kell, hogy ez az a talán legsérülékenyebb, de már gazdasági csáppal rendelkező keretrendszer, ami. És mi ebbe vágtunk bele. És ami még nagyon fontos volt, hogy a termék, meg minden egyéb fejlesztés mellett, hogy ez adjon egyfajta életérzést. És ez legalább akkor a misszió volt, mint az, hogy milyen produktumot teszünk az asztalra, mert nagyon sokszor leegyszerűsítjük azt, hogy valami eredményes vagy nem, hogy mennyi a bevétel, mit tud produkálni, és egyáltalán. De lássuk be, hogy Magyarországon azért óriási az apátia. És ha, ha egy ilyen program hitet tud adni egy másik közösségnek, hitet tud adni egy saját közösségünknek, hogy lehet, van értelme egyik napról a másikra fölébredni, tart valahova egy fejlesztés, nem egy lejtő lefelé megy egy közösség, hanem talán még a döcögősen is, de építkezünk, és látunk fényt az alagút végén, ez legalább olyan fontos misszió volt. Úgyhogy, bocsánat, ha hosszabb volt, de nem lehetett ettől rövidebben bemutatni. Ez a Bioszent építkezés, és erre ül rá egy kicsit szolgáltatási szegmens oldalról ez az ökoiskola, ez az életmód központ, ami így a turisztika révén a rendszer része és tud majd válni. Ez az egész a te nevedhez kötődik ez a projekt. Ezt végeredményben te sikeresnek könyveled el? Én nem szeretem már ezeket a címkéket. Amikor elkezdtük ezt a munkát, és néhány év után a médiai sok oldalról fölkapta ezt az eseményt, nagyon sok helyre eljutottunk a András révén, nagyon sok szidás dicséret, nemzetközi elismerés, mélypont, minden része volt ennek az elmúlt 12 évnek, én azt gondolom, önmagában az siker, és valahol sajnos néhány nappal ezelőtt húnyt el a díszpolgárunk, és ugye temetésén állva jutott nekem az eszembe, hogy ő nagyon sokszor azt hangoztatta onnan származva, Hernád Szent Andrásról, hogy alapvetően annyi a dolgunk ezen a világon, hogy ne úgy adjuk vissza, hogy kaptuk, hanem tegyünk hozzá. És, és, és mindenki a saját helyén, kicsiben, nagyban, magánemberként, családjában, otthon, hogyha valamit tud hozzátenni ahhoz a közeghez, ahol ő van, valamivel többé tudja tenni, hitet tud adni, erősíteni tud embereket, közösséget tud formálni, Uram, bocsán, ha még termékek születnek, és, és, és olyan, ami, ami az alkotásnak a része, akkor azt gondolom, ez már nem volt hiába. Azt, hogy mi a siker, mi nem siker, én azt gondolom, hogy nem szeretném enne ezen a nagyon piaci, hogy is mondjam, logika alapján megmérni a mi dolgunkat, és nem is az én dolgom szerintem, hogy mérleget vonjak. Tehát nagyon sok, és most, ha egy kicsit a közélet vizére vezünk, akkor a politikában nagyon sokan vannak, akik a saját, nem tudom, felépített trónuk, trónjaikon elmondják magukról, hogy ők kicsodák, ők sikeresek -e, ők jók ők nem tudom szinte Megváltója ennek az országnak, és akkor látjuk, hogy gyerekek egy, egy kicsit szerényebben kellene, mert ha annyira szuper lenne minden, és annyira minden jó lenne, hogy a statisztikában ezt ki tudjuk hozni, akkor 33 évvel a rendszerváltás után nem azt éreznénk, hogy talán még ahhoz képest is visszám vagyunk. Gábor, te hát most úgy érzékelem, hogy egy picit negatívabb véleménye vagy az önkormányzatiságról. Nem tudom, ez így jött le. De tisztázzuk már azt, hogy ehhez a vélemény, tehát a véleményformáláshoz azért szükség van tapasztalatra. Mond már el, legyél kedves, mert szerintem magyarországi viszonylatban is elég ritkoság számban megy az, hogy te hányszor újráztál, mint polgármester. Azt az elején azért leszögezném, hogy nem az önkormányzatisággal van bajom. Nem az önkormányzatiságról van rossz véleményem. A záróéles megjegyzés, amit én érzékelek, hogy a mostani kurzusnak van nagyon rossz véleménye az önkormányzatiságról, azért, mert egy valódi önkormányzatiságban nem lehetne azt megcsinálni, ami most zajlik hosszú évek óta. És ami miatt én talán úgy tűnhetek föl, vagy azért nem tudom, akár, akár politikai szerepvállalásom mögött is az van, hogy mintha egy ilyen örök ellenzéki attitűd jellemezne. Holott alapvetően én magától ettől a kifejezéstől is, hogy ellenzéki írtózom. Mert amikor én beleestem, beleálltam ebbe az egész munkába, közel 20 évvel ezelőtt, akkor az én szemem előtt az lebegett, hogy alapvetően mi az, amit lehet tényleg alkotni. És amihez én hű akarok lenni, az az a közösség, az a közeg, azok a fejlesztések, ahol minden fekete meg fehér. Nincs helye maszatolásnak. És belement ez az önkormányzati szektor is abba, hogy hogy lehet rövid tartani, hogy lehet hatalomtechnikailag ezt az egészet jól behúzni, hogy lehet akár a kormányzó pártnak ott is meghosszabbított keze, hogy lehet úgy kiherélni, pláne kis közösségeket a függővé tenni egy mindenkori hatalom ez ahhoz képest, amiért ez az egész létre lett hozva, ahogy ez meg lett álmodva 90-ben, ez fény évekre van. És lehet erről vitatkozni, lehet megint ki magyarázni azt, hogy miért jó, mennyi pénz áramlik. Nekem nem ez a mérőszám. Tehát az a mérőszám, hogy néptelenedik-e a vidék, akár egy megyeszékhely, vagy a kis településekre tódulnak-e ki azok az emberek, akik ott képzelik el a jövőjüket, és nem kényszerből maradnak ott, és nem az van, hogy kilátástalanságot éreznek. Nem az van, hogy most már ezer fő alatti településeknél igazából a polgármester az lassan, meg a testület az egy bár figura, mert alapvetően politikai lojalitás alapján érkeznek a források. A, ha nagyon őszinte egy 500 fő alatti település vezető, ahova mi is tartozunk, akár a költségvetés tervezésekor, akkor bizony a költségvetés az állami normatíva 95% az átfolyik. Mindenféle valódi döntési, pénzügyi döntési kompetencia nélkül az önkormányzaton. Erre azt mondani, hogy ez egy valódi döntés, hogy én ott ülök az asztalnál, és komoly fejjel megrágva a költségvetést, azt mondom, hogy ezt jobbra vagy balra toljuk, mi mit tegyünk hozzá, ez egy vicc. Tehát átment az önkormányzatiság pláne minél kisebb egy település a vicc kategóriába. Ez gyakorlatilag egy, egy, egy olyan szerep, ahol politikai lojalitás, lo, lojális embereket keresnek, és ezek a figurák most a jó fiúk. És nyilván ott fejlesztéseket is fel lehet mutatni, tehát lehet egy önigazoló, nem tudom, körutat tenni. Mert hogy ötszörös-tízszeres forrás érkezik nyilván oda, ahol minimum nem kritizálják a jelenlegi hatalmat. Csak ez annyira sekélyes, és annyira szánalmasnak érzem én magam, ami részben valószínűleg hozzá is tett ahhoz, hogy eljöttem arra a pontra, amikor az ember a lezárásban is gondolkodik már. Mert amire én szerződtem közel húsz évvel ezelőtt, az nem az. Hogy egy mindenféle valódi menedzsment munka és valódi kreatív munka nélkül kell a mindennapokat úgymond túlélni, és egyedüli, nem tudom, kivezető út az a lojalitás, hogy ebben ilyen rendszerben hosszú távon nyilván a magam fajta embernek nem nagyon van kedve maradni. És pont ezért van rossz véleményem arról, hogy alapvetően ami felé az önkormányzatiság elment, ez nem az alkotók közeg. És, és lehet ezzel úgy tetszik politikailag nyerni, viszont ezzel az ország, meg, a, meg az egész vidék, az csak veszíteni fog. Tehát, hogy nem elmulasztottuk, és most már azzal hiába foglalkozunk, hogy mi volt, mit lehetett volna másként 33 év alatt csinálni, de elvesztettük azokat az embereket, azt az esélyt, hogy felépítünk egy viszonylag önálló, de lüktetni képes és jó, humán és egyéb infrastruktúrával rendelkező közösségeket, ahol mindenhol egyedileg lüktetés van, ahol meg van ágyazva egy innovatív közegnek, ahol fejlesztések vannak, ötletelés van, ahova szívesen megy a, humántőke humán is vissza, mert azt látja, hogy ki tudja bontakoztatni a kreativitását. Tehát ez egy valódi vidékfejlesztés, egy valódi lüktetés. Alapvetően, ami felé mi tartunk, ez egy olyan nyomasztó közeg, amiben alapvetően nincs kedve kreatív embernek maradni egy percig sem. Tehát itt egy végrehajtó történet van. Viszont azt látjuk, hogy a hatékonyság, a hatásfoka eredményessége is borzasztó zuhanó repülésben van. És ez, ez hosszan kifejtve talán a véleményem az önkormányzatiságról, és gyakorlatilag az, az még kiábrándítóbb, hogy eltűntek azok a figurák ebből, pláne kis településen, akikhez még lehet nyúlni, és, és akikkel talán újra lehet építeni bármilyen koncepciót. És ettől sokkal rosszabb és lehet, hogy erős kifejezés, Tele vagyunk olyan alkalmatlan önkormányzati, akár képviselői polgármesteri címre pályázó figurával, aki pusztán a saját hasznát nézi, vagy minden nagyobb egy közösség a, a politikai helyezkedését nézi, a saját érdekszféráját nézi, hogy ő miért. Ez egy szereptévesztés. Tehát mondhatnák, ha én most kezdeném, hogy ez milyen naív ábránd, hogy én ezt mondom, de alapvetően ez egy olyan típusú funkció, ahol alapvetően azért a közösségért kell élni, halni és megtenni mindent, és minden más ezen a, a mérlegen van megmérve. Aki erre alkalmatlan, már ki kell mondani, hogy alkalmatlan. Vagy kollaboráns, vagy ne Isten, olyan típusú bűnözők is megjelentek most már önkormányzati pozíciók, kandidálva kis településeken, sajnos ez egy tendencia. És megint felsziszenhet nagyon sok ember, akinek a tyúk szemére léphetsz, de akinek olyan robot előélete van, és lehet, hogy nem jogerősen, de mindenki tudja róla, és ezek a figurák a kellő lojalitással rendelkeznek a mostani vezetés felé. Ezek bizony be fognak csúszni, még háttértámogatást is kapnak egy választáson. Onnantól meg lehet nézni annak a közösségnek a további élését és további útját. Tehát, hogy ezek vészjóstó dolgok. Nem lehet vidéket fejleszteni úgy, hogy helyben nem nevelünk ki alkalmas embereket, és nem előttük nyitjuk a terepet, és nem örülünk annak, és próbáljuk azt erősíteni, ahol megjelennek innovatív kezdeményezések is. Tehát ezért érzem azt, hogy most nagy holdponton az önkormányzatiság, és az, az amit demokráciának csúfolunk Magyarországon, az nem félne attól, ha valahol egy önállóságfaktor nő, egy szabadságfok megvan, és ezt ugye most látjuk, hogy minimalizálják tehát Amit lehet órázra húzunk, hanem örülünk annak, hogy végre tőlem függetlenül is ott van egy önállóan működő, és az egész közösséget működtetni képes egység, és egyre több jogkörrel látom ezt a, ezt a, ezt a szintjét az országnak. Most pont ellenkező a tendencia. Tehát egy ilyen fullasztó levegő nélküli folytó légkörű mindennapok vannak, ahol, ahol mindenki arra figyel, és pont most nem sokkal ugye március 15-e után az, hogy ott szabadságról beszéltek, meg most is a szónokok nagyon sokszor, meg meg békéről, meg nyugalomról, meg nem tudom, na pont ez a szabadság nincs. Mert az ott kezdődne, hogy nekem nem kell minden mondatok után hátra nézni. Nem ott méretik meg, hogy Úristen, kimondtam valamit, ebből lesz -e gondom, avagy nem. Vagy az én közösségemnek lesz -e gondja, avagy nem. Mert sajnos, ami még nagyon fontos, és ezt megint nagyon kevesen mondják ki, mert félnek és féltik a közösségüket, hogy most az a divat, hogy nem drága beáldozni egy teljes, komplet közösséget, hogyha annak a vezetője vagy vezetői nem lojálisak, vagy uram, bocsán, kritikusak akkor vesszen az a közösség is, akkor azok a fejlesztések is megállnak. Tehát, hogy konkrétan egy település jövőjét is, ha úgy tetszik, lazán beáldozzák a mostaniak annak oltárán, hogy akkor nem kap forrást az a település, ha a vezető valaki valamit éppen rosszul mondott. És innentől kezdve lehet mutogatni nyilván, hát válaszoljon vezetőt, aki lojális, csak hát látjuk, hogy ez a rendszer hova tart. <hőző> hogy látott -e ezt te a, ezt a tendenciát, ahogy említetted, hogyha így marad, nem tudom, hogy esetleg ilyen politikai oldal függő, tehát hogy ennek kellene lecserélődnie, cserélődnie ennek az iskolának, vagy esetleg az Európai Uniónak kellene jobban beavatkoznia a Magyarországnak segítenie, vagy, vagy mi, mi az az út, ami, ami azt eredményezné, hogy 20-30 év múlva itt egy sokkal élhetőbb, sokkal barátságosabb hely legyen Magyarország? Nincs recept. Nincs recept. Találgatni tudnék, tudunk mindannyian összerakni ezt a mozaikot. És nem csak a politikai élitről kell ilyenkor beszélni, és ez megint nem a legnépszerűbb dolog. Ettől szokott minden tanácsadó, minden politikai szereplőt óvni, hogy nehogy már az embereket minősítsük, hogy a társadalomra mondjunk egy rossz szót. De itt bizony el kell mondani, hogy minden politik, minden, minden, minden társadalomnak olyan politikai vezetése van, ugye ismerjük ezt a mondást, amilyet megérdemel. Láttuk akár a, a 22-es választásnál, látjuk folyamatosan, hogy azért bőven megvannak azok a pici alkuk, kollaboráns hozzáállás, valaki a saját szomszédját, saját hozzátartozóját árulja el, adja föl, a társadalom legkisebb szintjén is. És alapvetően ez termelik ki sajnos ez a fajta számító és bujkáló, és kicsit talán a 90-es évek előtről hozott reflex. Azt a politikai elitet, akik hasonló reflex szerint működnek. És azt látom, hogy 22-ben volt egy nagy álom. Tehát az a fajta összefogás, amiben a magunk fajta is úgy állt be, hogy egy picit, egy kis időre legalább el lehetett azt hinni, hogy itt azért alakulhat egy picit jobb arány a közéletben, talán a választásokat követően. Bekerülhetnek olyan szereplők, akik az életből jönnek, akik nem valakinek a valakije, vagy épp egy székvadászatból épp beestek a parlamentbe, és te két normális mondatot talán papírból össze tudnak nyögdécselni, vagy ha megírják nekik, de sokkal nem vagyunk előrébb, hanem hogy ez az arány ez egy picit javul. És aztán utána, már hónapokkal a választások előtt látszott, hogy ez bizony talán nem az az út, amin elindultunk, és nem biztos, hogy ebbe az irányba tart. És ott megint egy illúzióval kevesebb lett a társadalom is, illetve a politikának azon része, aki, aki, ebbe tényleg az ügy miatt állt bele. Nagyon sok olyan figurát sikerült, idézővel sikerült, székhez juttatni megint, és széket csinálni talán a, a mindannyiunk munkája nyomán, akikkel nem hogy több, hanem még talán kevesebb lett a magyar közélet. És ebbe kormánypárti ellenzéki szereplők vastagon benne vannak. Tehát abszolút nincs jó véleménye a politika színvonaláról. Ez egy régi sztori, tehát lehet visszamondani, aki pláne 90-től akár figyeli a politikát, akkor is ugyanez volt, hogy kritizálták nyilván kormányt ellenzéket. De azt látom, hogy súlytalan. Tehát az, hogy gyakorlatilag, ha valami nem tetszik, és csak kukor, kukorékolni vagyunk képesek, és gyakorlatilag érdemi alternatívát nem tud mutatni most az ellenzék, vannak törekvések, és vannak jó gondolatok is. Én nem mondom azt, hogy az egész egy elítélendő történet, csak nekem most már mindenféle technikai, meg, meg, meg háttér, meg szervezeti ügyeskedés helyett, meg egymás lenyomása, meg egymással való, nem tudom, harcolás helyett, Sokkal inkább várnám én azt, és azt gondolom a társadalom nagy része is, a józanabb része is, aki még kicsit gondolkodni képes és akar, hogy megjelenjenek végre olyan karakterek is, akiknek én elhiszem. Aki az életből jön, és akinek ereje van, és képes arra a munkára, amiben ő beleáll. Nekem most már, bocsánat, nem technokratákra van szükség. Nem egy jól felépített, nem tudom, kimatekolt történetre, hogy hogy néz ki a lista, milyen technikai formációval csusszan be valaki. Jó, oké, mi van holnap? Hogy fogom jobban megcsinálni, mint a jelenlegi? Nekem most már választópolgárnak is azt kéne elhiggyem, aki kiáll elém, hogy ő jobb lesz, mint a mostani. Nem pusztán székcsere van, nem pusztán ezer módon lehet kritizálni, és kell is kritizálni a vállalhatatlan mostani kormányzati reflexek struktúrát. Csapni való. Tehát, hogy konkrétan nagyon sok időt is vesztegetünk erre, de lehet, és azt gondolom, hogy mindegyik megállja a helyét. De soha nem kerül mellé most már, hogy mivel lesz jobb a világ, hogyha nem ők lesznek, hanem valaki más. És nekem most már ez hiányzik, hogy az, arról én érezzem meg, szimatoljam meg rögtön, hogy ennek ereje van, ez valódi alternatíva, és az a világ, ami ezt követően jön ezek nélkül, az tényleg jobb lesz, és egy más reflexekre épülő lesz. 33 éve beleragadtunk abba, hogy ugyanaz a kotta, ugyanazok a reflexek, és mintha egy körbeérne a sztori, körbeérne a történelem. Nekem most már, és azt gondolom, hogy az egy kivezető út, és itt nem külső segítség kell. Nyilván lehet technikailag bénítani a helyzetet, az uniós forrás, hogy jön, hogy nem jön, miként jön. Ezt is ugye próbálja forgatni a kormányzat, hogy agonosz ez, agonosz az, az ugye az ellenségképgyártás. Ez egy különbeszélgetés tárgy nyilván, és ezek megállják a helyüket. De alapvetően itt nem mástól kell várni segítséget. Egyszerűen Magyarországnak kell kitermelni, és azokat támogatni nyilvánossággal, háttérben, és fel kell ismerni, bízom benne, hogy ez eljut előbb-utóbb saját kárán a ellenzék is arra a pontra, hogy felismeri, hogy a régi mamelukok helyére sokszor be kell engedni azt a friss levegőt, és azokat az alternatív embereket, akik nem csak korukban alternatív figurák, hanem egyszerűen hozzák ezt, amit az előbb mondtam. Azt a dinamizmust, azt a hitelességet, azt a valódi más alternatívát, ahol nem a nem tudom, hosszú beszédek alatt, meg a megírt panelekkel lesz egy jobb világ, hanem két mondat után elhiszem, hogy tényleg, na, ő egy más reflex. És meg, nyugtass meg, hogy ismersz ilyen embereket. Nagyon sok ilyen ember van, eh, ami tragédia sajnos, és egy illúzióval kevesebbek lettünk, ahogy mondtam 22-ben. Nagyon sok ilyen figura hátra lépett kettőt, és, és, azt érzi, hogy neki ezzel most nincsen dolga. Mert ebbe a közegbe inkább ő megy rá, mint hogy nyílna az ajtó, és lehessen az arányt ilyen irányba eltolni. Tehát most azt látom, hogy az ellenzék is sokszor, még ha nem is tudatosan, mert azért nem kizárólag rossz szándékot feltétele az ember, nagyon sok jó emberrel találkoztam én is a kampány során, eh, bezárt sok olyan ajtót, ahol ilyen figurák teret nyerhettek és teret kaphattak volna. És túl nagy térlet megint adva azoknak akár, akik már, akiket már akár húsz éve látunk, vagy akik a régi kottából játszanak akár fiatalként. Ez már kevés. Ez nem az a világ, ami miatt egyébként azt érzi az ember, hogy jó lenne Magyarországon élni, tervezni és egyáltalán. Én abban bízom, hogy ha a klíma egy kicsit megváltozik, és a szándék valódi lesz ebbe az irányba, akkor ezek az emberek meg fognak jelenni újra. És akkor el lehet kezdeni valami tényleg valódit fölépíteni, az ügyről szól, és nem a technikáról és egyéb ügyeskedésről. Bízunk benne, hogy így lesz, és ez, ez egy nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek is köszönöm a figyelmet, jövő héten újra találkozunk, addig is viszontlátásra.